Minden eddiginél nagyobb költségvetést fogadott el Nyíregyháza közgyűlése egy hónappal ezelőtt. A Vármegye székhely idén 145 milliárd forintos főösszegből gazdálkodik. Ez köszönhető többek között annak is, hogy az önkormányzatnak évről évre egyre több intézményt kell működtetnie. A város költségvetése egyébként 11. éve nem tartalmaz hiányt, amit különösen a 2010-es csőd közeli állapothoz képest könyvelel sikerként Kovács Ferenc polgármester. A Városvezető 35 perc című műsorunkban azt mondta, már a semmilyen kifizetetlen számlája nincs az önkormányzatnak, és sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást. Nagyon átgondolt, megalapozott, több szempontból előzetesen elemzett minden évünk. Tehát és itt a, ugye a fejlesztésre gondolunk elsősorban, arra is igaz természetesen, de azért ezt a rendszert működtetni kell. És van egy ilyen most már Nyíregyházán igen hangsúlyosan jelenlévő új elem, hogy annyi sok mindent építettünk, annyi sok beruházást befejeztünk a sporttól, a kultúrán az összes obodát, stb., ami, ami új működtetési, fenntartási feladatokat is jelent új költséget is, korábban nem volt jégpálya, nem volt huszoda, nem volt atlétikai centrum, csak mondjak egy példát, Dél-koreai, német és kínai cég kezdett már óriás beruházásba Nyíregyháza déli ipari parkjában az utóbbi két évben. Az önkormányzat nemrég megvásárolt területeire azonban hamarosan újabb befektetők érkezhetnek. A hatalmas fejlesztések a környék közlekedési rendszerét is átrajzolhatják. Mindeközben sokan amiatt aggódtak, hogy az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó gyáraknak komoly környezetszennyező hatásaik lesznek. Kovács Ferenc azt mondja, a vállalatoknak minden hatósági előírást be kell tartaniuk, az adatokat pedig folyamatosan figyelni fogják. A legszigorúbb feltételeket fogadtattuk el, és vállalták ezek a beruházók. Ennek, ennek viszont a garanciális elvérés gondoltunk, kiépítünk egy központi monitoring rendszert, ami a levegő, víz, talaj, minden szennyezettségi faktort vizsgál majd, ehhez most keresünk egy olyan szakmai üzemeltetőt, aki, aki ilyen magas szinten fogja tudni ezt számunkra segíteni. Gyakorlatilag mérési pontokat fogadtattunk el minden, minden beruházási területen, mi fogunk mérni, és ezeket az adatokat közzétesszük mindenki számára elérhető módon az interneten. Tehát bárki meg tudja nézni, hogy az, az a beruházás, milyen céget, milyen működtetést jelentett, és ez mennyire károsítja a környezetet. Az utóbbi években intenzív sportberuházások kezdődtek el Nyíregyházán. 2021-ben a városi úszodát, 2022-ben pedig az atlétikai centrumot adták át. Most újabb komoly beruházás közelít a végéhez, már csak néhány hónap és teljes pompájában lesz látható a város új futballstadionja, amely ugyanakkor nem csak egy futballstadion lesz. Ez a stadion beruházási összeg több milliárd olyan beruházást tartalmaz, amit tulajdonképpen az önkormányzat kap, tehát egy szabadidős sportcentrum épül. Épül rekordtán futópálya stadionot kívül, amit mindenki használhat. Most már folyik a, a három kispályás, ugye a foci, kispályás foci e, bajnokság a nagyon-nagyon intenzív nyíregyházán. A hatból hármat most május végeig e, bűfűvessé tudunk fejleszteni. E, és hát nagyon sok minden van, mert ugye ez a mi stadionunk nem csak egy foci stadion, az, az önmagában koncertek. egy sport, sportközpont. És még koncertek. És, meg és természetesen is úgy terveztük meg, tehát színpad is be van építve a, a két helyen is, a nézőtérben, amit lehet mobil módon egy-egy nagy koncertre felépíteni. A polgármester beszélt még a rendkívül jelentős turisztikai és közlekedés infrastruktúrai beruházásokról is. Utóbbival kapcsolatban kiemelte a belső nagykörút bezárását. A leendő egyik legfontosabb beruházás pedig a külső körgyűrű folytatása lesz. Kovács Ferenc a júniusi önkormányzati választásokkal kapcsolatban elmondta, úgy véli az elmúlt ciklusban bizonyította a városvezetés, hogy képes a legkomolyabb problémák közepette is garantálni a fejlődést. Mint mondta a koronavírus, a háború és az azt követő energiaválság ellenére egyetlen beruházás felfüggesztésére sem volt szükség Nyíregyházán.